Sziasztok! Itt vagyunk Edoló városában, Olaszországban. Ezen a gyönyörű helyszínen volt az Enduro GP második fordulója, számunkra pedig Szőke Márkola az első forduló, ami mindkettőnk számára az első Enduro GP versenyünk, ami egészen jól sikerült, hiszen harmadik helyen tudtam zárni mindkét napon a kategóriámba, az Open 4 ütemű kategóriába. Nehéz tesztek voltak, igazából nem is nehéznek mondanám, hanem technikásnak. Az Enduro teszt az egy hegyről jöttünk folyamatosan lefele, nagyon oda kellett figyelni, hogy jó tempót tudj menni és ne is essél el. A cross teszt az egy kicsit homokosabb, egy csomó negatívos kanyar volt, az extreme teszt pedig egy köves patak mellett mentünk, ami ugyancsak technikás volt, de nem volt nagyon-nagyon nehéz. Az Enduro teszt sikerült talán a legjobban a hétvége folyamán, ott elég jó időket tudtam menni. A cross teszten próbáltam inkább egy biztonságos, gyors tempót felvenni. Az extreme teszten pedig néhányszor hibáztam, de voltak jó köreim is. A harmadik helyen végeztem, ami kezdésnek azt gondolom, hogy egészen jó, ebből tudunk táplálkozni. Remélem, hogy még jobb eredményeket tudok majd elérni. Van még mit javítanom, hiszen volt néhány hibám azért a tesztek során, amit szeretnék a következő versenyre már kijavítani. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és köszönöm mindenkinek, aki ebben segített. Legközelebb Észtországba megyünk, és ott szeretnék minél jobb eredményt elérni. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített, hogy itt lehessek. Elsősorban a csapatnak, az Enduro Team Hungary-nek, valamint a Motamnak, a Lion Building Kft-nek, a Tischler Montage-nak, a Silco Line motorolajoknak, a Hardline X-nek, Band Design-nak, Danubia 120-et, a német motocross suli, Motocross Szent Gotthard, Reithard Csappant,